Generali Startup Campus múlt héten nyitotta meg a kapuit. Egyelőre egy nagyon csendes nyitást terveztünk, és gyakorlatilag az történt, hogy az első cégek beköltöztek, bár még a felújítás és az építés nem is készült el teljesen, de próbáltunk a startup világtól egyfajta metodológiát kölcsönözni, hiszen a startupok is nagyon szeretnek gyakorlatilag félkész termékekkel minél hamarabb a piacra lépni, hogy utána a piaci visszajelzések alapján tökéletesítsék a terméküket. Ez munkállomás található az épületben, ennek ezek közül 100 darab az open space-ben, azaz a nyitott térben coworking asztalokként elérhető. Ezeknek egy része úgynevezett úszóasztal, ahova bárki gyakorlatilag igényjelleggel leülhet, ahol szabad hely van, de vannak dedikált asztalos csomagjaink is, ami azt jelenti, hogy az adott bérlő ott hagyhatja a monitorját, számítógépét, az asztalát, ami mindig a rendelkezésére áll. Ezen kívül egyébként elérhetők privát irodák is, ami azt jelenti, hogy zárható irodákba is beköltözhetnek kisebb 5-6 fő startupok, és gyakorlatilag bérelhetnek meeting roomokat, vannak közösségi tereink, vannak ezek a szép telefonfülkék, ahova egy-egy Skype hívásra, konferencia hívásra betérhetnek, hogy ne zavarják a zajjal a többi bérlőt. Minden tevékenységünket azért csináljuk, hogy a helyi startupokat támogassuk, illetve a startup szénát megpróbáljuk a következő szintre emelni, és rátenni Budapestet a globális innovációs térképre. Mi alapvetően egy túra, internetes túra keresés és kalandkereső szoftvert fejlesztünk, és azért választottuk a Millenáris, mert egy borzasztóan flexibilis lehetőséget ad arra vonatkozóan, hogyha növekedni szeretnénk, akkor ezt itt tegyük, azon kívül pedig nagyon kényelmes, meg egy közösséget is ad tulajdonképpen itt nekünk. Minden egyedileg lett itt készítve, tehát semmi nem vásárolt, hanem mindent édesapám a sátkezüleg raktunk össze. Hát 6 hónapja vagyunk nyitva, és főleg kreatív közösség van nálunk, tehát valamilyen alkotó tevékenységet végző emberek, dizájnerek, kártyakészítők, bloggerek, és én is egy alkotó ember vagyok, zeneszerzése is foglalkozom, ezért másnak is szeretném egy olyan helyet adni, ami megindítja őket az alkotásban. Nem egy rideg iroda, hanem tényleg egy olyan hangulatot áraszt, ez is nagyon rendkívül családias, és tényleg a környezet olyan, hogy ha valaki elakad és elkezd körülnézni, akkor már indulnak is a gondolatok. Ez a fő közösségi terünk, akik inkább ilyen fix asztalt szeretnének, vagy hosszabb távra, tehát heti 5 napon dolgoznak, azok vannak itt. Fönt a galérián is, hátul is, meg aki be akar rendezkedni, tehát hogy hozza a saját utcait. A mögöttünk lévő teremben workshopok vannak, akik darabos jönnek, tehát heti 1-2 alkalommal, vagy esti események. Hát alapvetően öten járunk ide, van heti egy fix napunk, és egyébként home office-ban dolgozunk, pont azért itt tartunk be egy ilyen irodázós napot is, mert ez így föl tudjuk dobni a hétköznapjainkat, személyesen is találkozunk, meg tudjuk beszélni a dolgokat sok egyszerűbben, mint mondjuk folyamatosan telefonálni. Ennek az irodának a költsége így sokkal kevesebb, mint hogy az ember saját maga bérelne egy irodát minden felszereléssel együtt. Itt tulajdonképpen minden a kezünk alatt van, tehát ugye van wifi, van kávé, folyóvíz, hűtő, tehát hogy minden itt van, és nekünk csak a bérleti díjat kell fizetni, ami meg tényleg nagyon kedvező. Úgyhogy ezért is jó, meg tényleg az, hogy aki home office-ban dolgozik, és állandóan 4 fal közé van zárva, annak tök jó lehet, hogy egy plusz szint vihet a hetébe, akár hogyha több napot is eljön, találkozik más emberekkel, kapcsolatokat lehet építeni, találkozhat olyanokkal, akik hasonló dologgal foglalkoznak, tehát hogy ilyen kapcsolati tőkét is tud szerezni egy ilyen helyen. Oh, no!